Tovább bonyolódik a budapesti buszbotrány, egyre több részlet derül ki, ugyanis arról az offshore hátterű cégről, amelyik buszokkal ugyan nem rendelkezett, a gyanú szerint referenciákkal sem, mégis éppen jó ütemben alakították meg, így megnyerhette a közbeszerzési eljárást a fővárosban. A Fidesz ma megint több kérdést tett fel a kamu céggel kapcsolatban Karácsony Gergely főpolgármesternek. A referenciája is hamisított lehetett a buszos cégnek, írja a Keddi Magyar Nemzet. A lap szerint a nyertes offshore hátterű cég olyan szakmai ajánlattal pályázott, amit nem is a részükre állítottak ki. Az iratokat a pályázaton vesztes vállalat kérte ki. A Magyar Nemzet azt írja, az ajánlat eredetileg egy svájci cégnek készülhetett. A fővárosi önkormányzat a Magyar Nemzetnek ugyanakkor azt írta, a BKV felügyelőbizottsága megvizsgálta a beszerzést, és semmilyen jogszabálysértést nem tárt fel. Pedig az már korábban kiderült, hogy a BKV flotta bővítésre kiírt közbeszerzését egy olyan cég nyerte, amelyiknek nem voltak autóbuszai, és a pályázat lejárta előtt egy héttel alapították. Az offshore hátterű cég mögött a BKV-t is felügyelő MSZP-s főpolgármester helyettes, Tüttő Kata egykori élettársa Leisztinger Tamás áll. Az ügyre Karácsony Gergely közösségi oldalán egyetlen bejegyzésben reagált, abban is ellentmondásosan. Először azt írta, a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, majd úgy folytatta, hogy a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak. Jogi alapismeretek közé tartozik, hogy kötbért csak szerződés alapján lehet fizetni. Csak hogy a szerződést már korábban megkötötték, a visszásságokról pedig tudnia kellett a budapesti önkormányzat vezetőinek is. Erről beszélt a Pesti TV-nek Fürjes Balázs, a miniszterelnökség fővárosi fejlesztéséért felelős államtitkára. A csatorna riporterének ennek ellenére Gyurcsány Ferenc korábbi pénzügyi és igazságügy minisztere, jelenleg a BKK igazgatósági elnökeként tevékenykedő Draskovics Tibor is azt állította, semmit nem tud a zavaros tenderről. Már a BKK igazgatósági elnöke, és bizonyára tudja, hogy ennek megfelelően nem tartozik a BKV a felelősségi körébe. Viszontlátásra. De hát azért mégiscsak tudhatott erről a beszerzésről. Nem. Viszontlátásra. Viszont. Döbbenten állunk a BKV kamucég botrányával kapcsolatban ma megjelent hírek előtt. A fővárosi Fidesz frakció vezetője hangsúlyozta, Karácsony Gergelynek tisztáznia kell, miért döntöttek a kamucég mellett. Igaz-e az, hogy a kamucég, amely a BKV közbeszerzésén indult, hamis referenciákat írt be a pályázatába? Igaz-e, hogy ugyanez a cég ebben a pályázatban számtalan adatot hasraütésszerűen minden tény nélkül írt be? Igaz-e, hogy ezek alapján ezt a céget, amely Tüttő Kata főpolgármester helyettes volt élettársának az érdekkörébe tartozik, ki kellett volna zárni a közbeszerzésből, nem pályázhatott volna. Láng Zsolt hozzátette, azzal, hogy Karácsony Gergely nem indít újabb vizsgálatot az ügyben, továbbra is aktív részese a BKV-t érintő botránynak.